Talán az egyik legnehezebb dolog, amit az ember fel tud dolgozni az életében, a veszteség. A veszteség érzése az nagyon bonyolult helyekről származik. Persze nagyon megérthető a veszteség. Könnyen el tudjuk mondani, hogy miért veszítettünk és mit veszítettünk, és nagyon könnyen barátokra tudunk találni, hogy igen, egyetértünk benne, te ezt elveszítetted, ez neked nagyon fontos. A múlt idő nagyon fontos az érzésekben, a jelen idő még fontosabb, hogy nem lesz. Járjuk egy kicsit körbe ezt a veszteség dolgot, járjuk körbe azt, hogy valamit volt, és majd nem lesz, hogy ez hogy érinti a te érzelmeidet, járjuk körbe azt, hogy hogyan tudsz ettől megmenekülni, hogy az életben legalább egy picit védve legyél attól, hogy elveszítsél bármit is, ami a tied volt. Az első dolog, amit meg kell érteni, az az, hogy igazából ebben a világban semmi sem a tied. Nem egy olyan szemszögből szeretném megvilágítani ezt, hogy semmi sem a tied, minden egy ajándék, az élet egy ajándék, amit van, azt köszönd meg, hogy megkaptad. Nem, megdolgoztál nagyon sok mindenért, megszerezted ezeket a dolgokat. Valóban a tied volt, te használtad, uralkodtál felette, adtad, vetted, bármi történhetett, még akkor is, hogyha ezek barátságok, ha ezek kapcsolatok, ha ezek tárgyak, ha ezek valamilyen szituációk, életszituációk, vagy egy karrier, vagy egy munka, amit te megszereztél, és véres verejtékkel megdolgoztál érte. Amikor ezek az elvesztések felvetődnek, jogos a sérelem, hogy megdolgoztál érte, jogos a fájdalom, hogy nem lesz többé, és neked erre szükséged van. De valahogy mégiscsak változtatni kell a gondolkodásmódon, mert a gondolkodásmódodban van a kulcs, hogy te tényleg boldogan élvezhesd azt, amit van, ne legyen félelmed attól, hogy elveszíted, és hogyha az elment, akkor ezt ne vedd veszteségnek, hanem valaminek, aminek egy új kezdete, egy új végzete fog elkezdődni. Sokan vannak, akik elveszítik az állásukat. Nem tudnak bemenni többet arra a munkahelyre, nem kapják meg azt a fizetést, amire számítottak, nem kapják meg azt a lehetőséget, amilyen karriert szerettek volna építeni, tehát úgy érzik, hogy minden megszűnt körülöttük, amiért ők dolgoztak, eddig bejártak a munkahelyükre, amit elképzeltek, hogy hogyan lesznek majd sikeresek. Ez a remény veszett el nekik. Sokan elveszítik a párjukat, mármint nem meghalt a párjuk, hanem elveszítik a párkapcsolatot, tehát el fognak válni, szét fognak menni. És megszűnik egy lehetőség, hogy a jövőben átöleljék azt az embert, hogy kapjanak tőle valamilyen vigaszt, vagy valamilyen örömöt, hanem most egyedül maradtak, és nincs kire támaszkodni, se lelkileg, se testileg, se szellemileg. Ilyen veszteség lehet például az is, hogyha el kell költözzél, és elveszíted az otthonodat, és azt mondod, hogy te fölépítettél valamit, egy olyan helyet, ahova te ha elmentél, akkor félrevonultál a világtól, fel tudtál töltődni, ezt otthonnak hívjuk, és erre szükségünk van ahhoz, hogy másnap egy új erővel, egy megújult, egészséges gondolattal tudjunk nekivágni a mindennapi küzdelemnek. Néhány embernek, vagy sok embernek ellopják az autóját például, ez is egy nagy veszteség, mert még kölcsön is van rajta, amit még 2 évig fizetni kell. Sőt, egy csomót dolgozott eddig is, hogy meglegyen, sőt, büszke volt rá, mutogatta a barátainak, hogy nézzétek, ezt szereztem meg. Ez az én státusz szimbólumom, ez az, amitől én az vagyok, aki, ez minden vágyam volt, de valakinek egy autó egy használati eszköz, és ha elveszi, akkor elveszi azt a lehetőséget, hogy kényelmesen minden nap bemenjen a munkahelyére, vagy elmenjen a gyerekeiért, elvigye iskolába, stb. Tehát hiányozni fog a tárgy. És ez a gondolat bizony nehéz lesz akkor, amikor lemész a parkolóba, és nincs ott, ahol hagytad. Megértem, ez veszteség, de meg kell tanulni, hogy ne veszítsünk. Meg kell tanulni azt a gondolatot, hogy bármi, ami eltűnik az életedből, az nem veszteség, hanem elindulsz egy új úton. Nézzük, hogy hogyan. Való igaz, megszületsz, és amikor megszületsz, semmit nincsen. Nem is hiányzik semmi. Egyrészt ellátnak, természetesen nem kell csináljál semmit. Másrészt valóban nincs szükséged másra, mint szeretetre. Enned kell, játszanod kell, felnősz, és amikor beindulsz, és
elindulsz a nagy életben, akkor jönnek a nagy pofonok, akkor jön az, hogy megszerzel valamit, és az eltűnhet. Amikor megszerzel valamit, sajnos már a szó egy hibás szó, egy hibás gondolat, hogy neked megszerezned kell ezt a dolgot, el kell venned máshonnan, tulajdonképpen ami a tiéd lett, az más vesztesége, és innentől kezdve már egy ugyanolyan vitába belebonyolodhatnánk, hogy meg kell enni a húst, vagy nem kell megenni a húst, mert megöljük az állatokat, vagy nem öljük meg az állatokat, de mégis ennünk kell azért, hogy éljünk, de a mi életünkért más életét kell adja. Tehát ez egy vége láthatatlan vita lehet, úgyhogy lezárjuk a vitát azzal, hogy igen, amit van, azt mástól elveszed, és másnak az nem lesz. Ezt nem kell lelkileg nagyon komolyan venni, természetesen amit van, az most már a tiéd, természetes, hogy a világ tőled ezt el akarja venni, és el is fogja venni előbb-utóbb. Tehát fel kell készülj arra, hogy megvédd azt, amit van, és minél jobban meg akarod védeni azt, amit van, annál nagyobb veszteség lesz akkor, amikor valóban elveszik véglegesen. Tehát nem kéne küzdeni, hanem egyszerűen gondolkozni, bölcsebben, intelligensebben élni. Felfogni azt, hogy a világ egy körforgás, egy olyan körforgás, amelynek részese vagy te is, és minden, ami téged körülvesz. Így nevet körül magad olyan dolgokkal, amelyek nem hasznosak, például ne ragaszkodj a dolgokhoz. A ragaszkodás az oka annak, hogy veszítünk az életben. Ragaszkodsz ahhoz, amit van, úgy gondolod, hogy enélkül te nem lennél senki az életben, vagy enélkül te nem tudod elvégezni a feladataidat. Ez egy olyan ragaszkodás, ami nagyon megérthető, támogatható is egy ilyen ragaszkodás, de ez a táptalaja lesz a veszteségnek. Tehát ha nem ragaszkodnál például az autódhoz, felfogod, hogy ez egy autó, ez egy használati eszköz, igazság szerint bármilyen más módon is eljuthatsz A-ból B pontba, van egy autód, amivel ezt megteheted, és hogyha nem erőn felül vásároltad az autót, akkor nem lesz az annyira fájdalmas annak a pótlása, természetesen érzékenyen érinthet, de nem lesz óriási veszteség. Veszteség lesz? Igen, veszteség, pont annyira, amekkora nyereség volt, amikor ezt megszerezted. De akkor, amikor megszerzed, ezt nem ünnepled meg, nem bontasz pezsgőzt, nincsen nagy dajdaj ez körül, az egész szerzemény körül, akkor pontosan ugyanennyire nem lesz hatalmas sírás, amikor elveszted. Ez egy tárgy, egy használati, hasznos tárgy. Véget ér egy párkapcsolat, és ez nagyon fájdalmas. Valóban a lelkedből kitéphetnek egy darabot, mert összefortál azzal a másik emberrel. Erre nincsenek jó szavak, hogy ezt hogyan lehet túlélni, hogyan lehet másképp szemlélni. Valóban pótlásra szorul, de nem akarod pótolni, hiszen a régire van szükséged, az boldoggá tett téged. De ott van egy gondolat, amikor azt mondod, hogy elvesztetted a párodat. Ott van a gondolat, hogy az élet vette el a párodat, hogy a társadalom vette el tőled, a szomszédot vette el tőled, elszerették tőled, de valójában a párod nem volt soha tied, a párod volt az életnek egy párja, amelyek te éltél, és így együtt volt ez a boldogság. Akkor, amikor ő elmegy bármilyen oknál fogva, nem vesztetted el őt, csak nem te leszel most már a párja. Ez fájdalmas, de nem veszteség. Ugyanis az az ember továbbra is tud élni, az az ember továbbra is boldog tud lenni, akit te szerettél, és ha te igazán szeretted, akkor te örülsz ennek a boldogságnak akkor is, ha számodra ez fájdalmas, mert most már nem kapsz meg mindent, amit meg kell. Ezt nagyon nem húzom ezt a részét a dolognak, mert a legvitathatóbb része ez, hogy hogyan értsük meg a veszteséget, de hidd el nekem, veszteségként nem szabad ezt felfogni. Van az a szituáció, amikor elvesztesz valakit, mert eltávozik tőlünk, nem él többet, nem tudod soha többet megérinteni, és tehetetlenül ott vagy azzal a fájdalommal, hogy elment. Ez egy veszteség valóban, de ezt is nem veszteségnek kell felfogni, csak a mi hitvallásunkban, a mi gondolatunkban ez úgy van, hogy ő itt volt mellettünk, és most neki nem folytatódik az útja. Nem kell hitet váltsál, nem kell abba gondolkodni, hogy neki van jövője, hanem egyszerűen meg kell érteni azt, hogy ő az életben mi az, amit el tudott érni, boldog volt-e, és most, hogy már nincsen, ebben bele kell nyugodni, el kell engedni őt, hogy az útjára menjen, és ő bevégezte ezt a küldetést, amit itt ért. Ezek fájdalmas szavak, nem lehet vigasztani ezzel senkit, de oda kell figyelni mindig arra, hogy a veszteség ne rombolja szét a
a világodat. Ne hagyd, hogy eluralkodjon az életeden, ne hagyd, hogyha egy ilyen történik veled, akkor egy olyan komoly veszteség érjen, amelyben te már sérülsz, és nem tudsz folytatni az életedet normálisan. Jobban megérthető dolog az, amikor költözni kell, elhagyod a lakásodat. Elhagyod a lakásodat, mert kölcsönből vetted, és nem tudod tovább fizetni. Ez nem veszteség, sosem volt a tied. Ezt meg kell érteni, amikor laksz benne, meg kell érteni. Otthon teremtettél, ott vásároltál oda valamit, de nem vetted figyelembe azt, hogy igen, ez nem a tied, ez most kölcsönből van. Tegyük fel, hogy nem kölcsönből van, és otthon teremtettél, és el kell hagyjad, mert máshova költözöl. Legyen új terved. Rakjál mindig egy B, egy C verziót. Mindig legyen sok terved arra, hogy hogyan éljél, és ezekben a tervekben ne legyen benne ez az otthon, legyen más otthon, legyen benne a változás, egy új otthon reménye, bármi, amivel te azonnal lépni tudsz, és tovább tudsz állni. Főleg akkor tedd ezt, hogyha labilis a helyzet, tehát például kölcsönből van meg ez az otthonod, vagy labilis a helyzet, mert a munkád olyan, hogy nem lehet tudni, hogy itt fogsz dolgozni, vagy egy másik városban fogsz dolgozni. Ne éld meg ezt fájdalmasan, ne élj a tárgyakkal olyan szoros kapcsolatban, hogy azok jelentsék az otthont. Az otthon az nem más, mint te magad. Az a hely, ahol te jól érzed magadat. És ez nem egy tárgyhoz, egy épülethez kötődő viszony, hanem az otthon az a te saját életed, a te saját stabilitásod. Ezt megkapod egy pokrocon, egy tér közepén, egy mező közepén, bárhol a világban. Aki sokat utazik, ezt könnyen megérti, sokkal könnyebben megérti, és természetesen vágyik egy otthonra, de akkor is benne kialakul az otthonnak egy olyan képe, ahol megkap bizonyos érzéseket, és ezeket az érzéseket akárhol jár a világban, meg tudja teremteni, akár egy nap alatt, vagy akár egy óra alatt. Ezt az életet kell elsajátítsd akkor, ha szeretnéd azt, hogy ne legyen soha veszteség az, hogyha az otthonodat el kell hagynod. A társadalmi életünk alapja az, hogy van munkánk, vagy nincs, pontosabban, hogy van pénzünk, vagy nincs, és a munkával pénzt lehet keresni. Nagyon rossz dolog az, amikor elveszíted az állásodat, és nem tudsz pénzt keresni, kiesik egy-két hónap, és nincsen tartalék. Teljesen érthető, hogy veszteségnek éled meg, de nem érthető az, hogy miért nem élted meg addig a pontig a munkádat, mint egy nyereség, mint egy olyan dolog, amiért minden nap hálásnak kell lenned, hogy megvan. De akkor, amikor elveszíted, akkor veszteségként éled meg. Nagyon sok embert hallok panaszkodni, hogy utálok bemenni a munkahelyemre, a rohadt főnököm állandóan csesztet minket, de akkor, amikor kirúgják, akkor azt mondja, hogy elvesztette az állását. Mit vesztett el? Nem vesztett el állást, ő elvesztett valamit, amiben ő hit, ő reménykedett, az állásához nem ragaszkodott, és azt a dolgot vesztette el. De igazából nem is tett azért, hogy az a dolog megmaradjon. Mert nem egy olyan szituációról beszélek, amikor valamilyen katasztrófa miatt elveszti valaki az állását, mert az egészségét vesztette el, amivel nem tudja ellátni az állását, a munkáját. Vagy például valamilyen olyan természeti katasztrófa történt, amitől az a munkahely megszűnik, vagy egy gazdasági katasztrófa, amitől megszűnik a munka. De ezekre mindre lehet számítani, és ezeket mind fejben lehet tartani, fel lehet építeni erre megint csak A, B és C variációkat, hogy hogyan éljünk. És akinek ilyen van, az rugalmasan tudja kezelni ezt az egészet. Tehát a munkádat nem tudod elveszteni, a munkád az a munkád. Tegyed hivatássá a munkádat, és akkor azonnal nem veszíted el az állásodat, mindig a tiéd marad a tevékenység. És legyen B verziót, hogy hogyan keresel pénzt a hivatásoddal például. Lelkesedj a dolgokért, és ne ragaszkodjál. Ne vedd körül magadat haszontalan tárgyakkal, haszontalan munkákkal, haszontalan tevékenységekkel, hanem olyan dolgokat végezz az életedben, amellyel mindig boldoggá teszed magad, és ha azok eltűnnek, akkor a boldogság az megmarad, az emlékek megmaradnak, és neked van kreativitásod és erőd új boldogságot, új élményeket szerezni saját magad számára. Ezeket senki nem veheti el tőled, soha nem fog érni veszteség. Természetesen ez egy gondolatkör, egy olyan gondolatkör, ami segít abban, hogy az életedet egy nehéz időben is jobban éld. Természetesen megértem és értem a veszteség szót, én is használom ezt a szót, de
mögötte ott kell legyen a saját világod, az a világ, amit te soha nem veszthetsz el.